Sziasztok mindenkit, üdvözlök! A PC World oldalán jelent meg egy írás, vagy inkább egy eszeveszett baromság. Tehát mostanában egyáltalán nem meglepő, hogy a PC World-ön nagyon rizikós cikkek jelennek meg. Erősen megkérdőjelezhető a szakmai hozzáértésük is a különféle cikkíróknak. Tehát nem egy szerzőtől látunk már itt nagyon nagy hülyeségeket, azonban most megint sikerült egy orbitális nagy baromságot megjelentetni az oldalon. Például, hogyha egy korábbi videómat megnézitek, linkelem a leírásban, akkor volt úgy, hogy azt ecsetelték nekünk, hogy konkrétan 330 ezer forintból kellene nekünk összeállítani egy olyan gamer PC-t, ami teljesítményben azonos az Xbox One X-el. Aztán én lazán bemutattam, hogy hogy lehet mindenféle különösebb erőfeszítés nélkül 100 ezer forinttal olcsóbban kihozni azt a teljesítményű gamer PC-t az árukereső és az árgép használatával, ami lehet, hogy a PC World szerzőitől nagyon távol áll. Ők inkább úgy állnak hozzá, hogy a legdrágább boltokból veszik ki az alkatrészeket, és akkor is idétlen módon úgy állítják össze, hogy a fölöslegesen túlárazott dolgokat pakolják bele. Most legújabb cikkük, nagyon rizikós lesz a használt hardware. Tehát mit akar ez a cím? Mi gondoljunk bele első hallásra, hogy eddig lehetett használt hardvert venni, és most valamiért nagyon rizikós lesz. Hogy valami történt, valami nagy esemény, vagy valami várható, amiért most változik a helyzet. Szerintem ebből a címből józan ésszel végig gondolva ez jön le. Aztán elolvassuk a cikknek a lead részét, tehát a vastagon kiemelt szöveget. Hatalmasat lehet spórolni, sőt ilyen árak mellett szinte kötelező néhány komponenst kéz alatt beszerezni. Na most, ami a cím után nekem kiverte egyből a biztosítékot, az a kéz alatt beszerezni kifejezés, amit én idézőjelbe raktam itt titkon, még ti nem látjátok. Tehát mit jelent az, hogy kéz alatt beszerezni? Ebből nekem az jön le, hogy konkrétan lopni a cuccot. Nem tudom, hogy kinek milyen érzést kelt ez a kéz alatt beszerezni, nekem ilyen érzést kelt. Lehet, hogy én aki tudatlan, aki nem ismeri ezeket a szakmai zsargonokat. De nekem a kéz alattból az jön be, hogy te lopsz, csalsz, vagy valami törvénytelen dolgot teszel. Ennyi elő a PC-ből a nyakába akaszhatna egy ilyen kis táblát, hogy mi igenis a szponzorokból élünk, igenis nekünk az a dolgunk, hogy a bolt jól járjon, ne a használt kereskedő tudja eladni a drágán megvett, finoman szólva túlárazottan megvett alkatrészeket hatalmas bukóval, és nehogy már abból egy másik ember kedvezményezett legyen, tehát ne bolti áron kelljen megvennie az adott hardvert. Tehát már itt az elején előtték a poént egyébként, erről fog szólni az egész cikk, hogy lejárassuk a használt piacot, majd látni fogjátok, ahogy megyünk tovább. És írják tovább az, ami a címből is lejött, hogy de ami eddig viszonylag veszélytelen volt, az hamarosan nagyon rázóssá válhat. Tehát megint az van, hogy hamarosan fog majd valaminek okán rizikós lenni a dolog, és mutatják miért. Tehát olvasunk itt egy kis maszlak szöveget, gondoljátok, amíg én beszélek, hogy megállítjátok a videót, nyugodtan olvassátok el, én nem ezzel töltöm az időt. És a végén megkérdezik, de miért is lesz ez most hihetetlenül veszélyes, tehát használt piacról írtak valami hülyeséget, hogy hogyan működik szerintük, bár állítom, hogy életükben nem használták még ők a használt piacot, hiszen mindent újonnan a gyártótól, minden új processzor, videókártyát készhez kapnak, basznak ők a használt piacra, de nyilvánvaló, hogy ők értenek a legjobban a használt piac mechanikájához, működéséhez. Nem én mondjuk, aki rendszeresen használom és böngészem a használt piacot, tehát kismillió alkatrészt szereztem már be a használt piacról, adtam is, vettem is a dolgokat, teljesen jól működik, videókat készítek abból a legjobb ajánlatokból, mert az ilyen szponzorált gecik ide nyomják a pofámba a használt piac lejáratására beüzemelt cikküket, azért, hogy kibasszanak mindenkivel, kibasszanak velem, kibasszanak veletek, mert ők igenis ebből élnek, hogy hülyeségeket írnak, túlárazott gépeket állítanak össze, véletlenül sem a használt piacról, hanem újonnan vedd meg az boltból, és lehetőleg a legdrágábban, hogy mindenki jól járjon, csak
ti meg én nem. Itt is van valami maszlak szöveg a villámöregedés alatt, tehát ventilátor csapágyas lesz, merevlemez meghibásodik, tehát minden csak tönkre mehet, ha a használt piacról vesszük. Elég sok történetet ismerek én arról is, hogy valaki újonnan vett boltból valamilyen hardware eszközt, és már a kibontás után nem működött. Én is jártam úgy, videóm is készült róla, hogy háromszor kellett a GTX 970-et garanciáztatnom, és vadonatúj használat nélküli videókártyát vettem. De hát ilyet minek írnának le egyértelmű, hogy csak a használt már jól kipróbált, ugye nyilván, hogyha már használt, akkor az működött, egyértelműen alkatrészekkel lehet probléma. Aztán olvassuk tovább a cikket, már megint a bányászok. Hát ezt én kérdezhetném tőlük, tehát hardware is képes tervezetnél sokkal hamarabb megöregedni, és ezen nem segít túl sokat semmiféle gyártói ígéret, hogy mennyire strapabíró, minőségi és gondosan megépített az adott komponens. Tehát gondolt egyet a PC World 180 fokos fordulat, és a szponzoraiknak adott egy hatalmas pofont, hogy szar sem ér az ígéretük. Hát olvassuk tovább. Például egy normál alaplapot videókártyát vagy CPU-t napi 3-4 óra játék és 4-5 óra munka szórakozás helyett 24 órás bányászatra alkalmaznak, az bizony kikészíti a legjobb vasakat is. Bányászat során a terhelés magas, a hőmérsékletek felkúsznak, és éppen ezeket a komponenseket izzasztja meg igazán a számítás. Néhány hónapos bányászat alatt ezek a komponensek rengeteget öregednek, nincs idejük lehűlni, takarékos módba váltani, mindig a legmagasabb üzemi feszültség szintet és órajelet kapják. Tehát lényegében még fáradtam azzal, hogy itt szó szerint idézzem őket, vagyis olvassam a cikket, addig kiterült, hogy megint írtak jó sok sort a nagy semmiről, aztán megint nem derült ki semmi, és a lead állításával kapcsolatban, hogy valami most megváltozik, ami miatt rossz lesz a használt piacról vásárolni. Hamarosan a hirdetésben, tehát ha megfigyeltétek az előző szöveget, mintha nem is arról szólna a folytatás, és amint a sejthető, hamarosan ezek a kártyák, amiket pillanatok alatt vásároltak fel a haszonleső bányászok, tehát kire gondolnak ezek tulajdonképpen? Ez a bányászat, ez nagyon jó átfedő szó, tehát előbb még betudtuk a tuningnak, a hardware idézőjelben nyúzóknak. Nyilvánvalóan használt piacosokat akarják ilyennek beállítani, már pedig én is használt piacosnak tartom magam, és a büdös életbe nem nyúztam szét a hardware eszközeimet. Videókártyát tuningolok akkor, hogyha teszt videót készítek belőle, egyébként alap órán használom, beleértve a processzort is, tehát már kijelentik minden használt piacosról, aki valaha adott vagy vett ott dolgot. Szerintem ti is használjátok, és akkor vegyétek magatokra, hogy ti is szétnyúzott, szétrágott, szétcseszett alkatrészeket akartok rásózni a másik nyakára. Véletlenül sem azért, mert szeretitek ezt a dolgot, videókártyát, hardware eszközöket venni, kipróbálni, továbbadni. Én így ismerem a hardware aprót, nem tudom, hogy a PC World az, hogy ismeri a hardware aprót, szerintem sehogy, beleértve az ottani felfogásmódot. Ott vagy azért kerül fel valami a használt piacra, mert gépfejlesztés van, szeretne még nem maximális bukóval kijönni a korábbi hardware eszközökből az adott eladó, vagy azért, mert szereti ezt hobbi szinten, ahogy én is, cserélgetni a dolgokat, kipróbálni újabb dolgokat, és nyilván nem a bolti sok százezes árakra fogunk mindig hagyatkozni, és akkor pofánk ne legyen már eladni a használt cuccunkat, ha már szeretnénk kipróbálni, mert az már biztos, hogy szétrágott lesz, széttuningolt lesz, az már zörög, az már kattogni fog, az már kukába való szemét. És a cikk végén olvashatjuk még azt, hogy ha a használt piacon garanciával kapjuk meg az adott hardvert, tehát én jellemzően olyan hirdetéseket látok, hogy 1-2-3 év garanciával, nem egyszer, hogy vonulat új videókártya, valamilyen oknál fogva, de ha használt is, akkor is garancia van rá. Azért még leírják azt, hogy ha a használt piacon garanciával is fogjuk ki az adott alkatrészt, akkor is milyen fárasztó dolog már az, hogyha garanciáztatni kell, mert heteket kell rávárni. Mi bazd meg, ha boltból veszed és már kapásból szar, akkor nem fárasztó, hogy garanciáztatnod kell? Belinkeltem egy másik videót is a cikk alá, hogy nekem milyen fárasztó volt háromszor garanciáztatni a vadonatúj GTX 970-es videókártyámat. És végértünk a cikken,
és nem derült ki egyszerűen szólva az, hogy miért volt ennek a címe az, hogy nagyon rizikós lesz a használt hardware. Nem derült ki az, hogy miért írták azt, hogy de ami eddig viszonylag veszélytelen volt, az hamarosan nagyon rázóssá válhat. Tehát kaptunk egy cikket barom címezéssel, egy barom leaddel, és lényegében egy kifejtetlen body résszel, amiben csak ökörségeket írtak le, és legutolsó szemétládának neveztek el mindenkit, aki a használt piacon árusítja a hardware eszközeit, csak azért, mert nem mindent boltból akar megvásárolni és kukázni a gépfejlesztéskor esedékes dolgait, hogy éppen szereti a PC World-del ellentétben a hardware dolgokat, a gamer és hardware dolgokat, és szereti éppen cserélgetni a használt piac oldalán. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A Shadow Warrior YouTube csatorna támogatásra szorul, kisebb-nagyobb támogatásokat szívesen fogadok a csatorna további üzemeltetése, fenntartásának érdekében. Az adományokat a feltüntetett PayPal e-mail címre tudod küldeni, nézz szét a csatornámon, remélem te is örömödet fogod lelni benne, és ha tetszett, akkor iratkozz fel. Ha nincs PayPal számlád, vagy esetleg nincsen módod anyagi hozzájárulással támogatni a csatornát, következő módon tudsz még segíteni, megnyitsz tőlem egy lejátszási listát, ahol fel vannak sorolva a videóim, majd 10-15 videón keresztül reklámokat megnyitva, jobb klik, megnyitás új lapon, így PayPal számlán kívül fáradtságmentesen is hozzá tudsz járulni a Shadow Warrior YouTube csatornához.